Na hát, sziasztok, Roli vagyok, és hát meg szeretnék veletek osztani egy ilyen jó kis történet. Na szóval az a lényeg, hogy hát mentem, és ott jöttem hazafele, és hát beültem így a, ugye a busz megállóba várni a buszt, így megnéztem, hogy azt mondja, hát még van olyan 10 perc, szóval nagyon jó lesz, szép napsütéses időnk van, nem tudom miért nem mentem ki. De most itt volt kedvem videózni. Na szóval az a lényeg, hogy leültem ugye oda a busz megállóba. Ugye ez egy ilyen kis pad, és akkor ilyen nagy valami van, hogy ne essen be az eső. És hát így leültem a padra, így nézegetek jobbra-balra, kihalt az utca, tehát nincs senki. Vagy két ember így épp, hogy mászkál, és akkor ott kellemesen fúj a szél, meg ilyenek, és akkor egyszer csak így nézek balra, és akkor oda egy ilyen, hát ezt hogy is fogalmazzam meg, szóval egy ilyen elég testes ilyen, tehát a bőrszíne közelebb van a feketéhez, mint a sötét barnához című asszony, srác így leül mellém, és akkor, hát ezzel még nem is lenne baj, van nála egy ilyen nagy 5 méterszer 5 méteres táska, és akkor így nézem, mondom, hát ez magas színvonal, és hát így telik az idő, eltelik már 5 perc, és akkor egyszer csak így megszól, hogy Kacsika nétesi, ma ide jönni jött az új áru! És így meg így, úristen, mi a franc, mit orti Balzsak, nem volt senki az utcán, aztán észrevettem, jön ott egy ilyen idősebb hölgy, asszony, sárga, és akkor mondja, hogy jó, megyek, megnézem. Na és az a lényege, hogy ez a, hát hogy is mondjam, tehát nekem volt régen egy jó barátom, még most is az, és vele kitart, tehát van ez a ilyen kis rúd, és a végén van egy kis pöcök, amit be kell dugni, és akkor így lehet húzni, és ez a nem megy vissza, mert ilyen beálló dolgok vannak, ugye ez a gyors kötegelő. Na, és vele kitaláltuk, hogy fekete, ugye fekete színű, van fehér és nem, feketére, hogy ugye fekete gyors kötegelő. De most mi kitaláltuk ezekre a fekete bőrű barátainkra, hogy ezek fekete gyors kötegelők. Úgyhogy a fekete gyors kötegedő asszony ott ült, és akkor oda megy hozzá ez a nénike, és akkor ez a, hát hogy is mondjam, tehát így ránéz, és akkor ez a mosolyog, és akkor itt fent kettő foga van, akkor ott alul nincs kettő, akkor utána alul van 4 foga, utána ott fent nincs kettő, és akkor itt van még egy, és itt nincs, tehát így pont össze tudja zárni az egész fogsorát, és akkor ahol nincs felül, ott van alul, és akkor egy ilyen pont egy sor foga van, tehát egy ilyen csodálatos tényleg. Ott előveszi, tehát így kicipzározza azt a hatalmas nagy táskáját, és akkor így ránéz így a kiszemelt célpontra, és akkor így előhúz valamit, tehát ilyen random így, na mit tudom én, itt egy cipő, de annak, tehát az 5 éves kis újszülött, de az nem 5 éves, de egy 5 éves kisgyerek, mondjuk ilyen fehér zokniától kezdve a 250 kilós ember félújas pólójáig, annak mindene van, szóval az ilyen mindenes, és akkor mindenkire tud találni olyat, ami úgy megfelel, és akkor előhúz egy ilyen nadrágot, így mutat, ó, far, mert van benne ilyen kis, ilyen, hogy hívják ezt, cédula, hogy ez eredeti, és akkor ott mindenkinek mindent ajánlat, szóval ez egy ilyen kis, ilyen, hát ilyen magáneladó fekete piac, fekete, benne van a nevében. Szóval igen, ilyen kis asszonyság, és akkor ott akárki eljön, így nézze már meg, van új áru, és akkor mit tudom én, ott mi egy 5 éves gyerek, annak is ugyanígy, ó, nem kell ezért, cipő, meg anyuka, meg jöjjön ide, és akkor mindenkire kitalál valamit. Az a lényeg, és tehát, hogy így tényleg mindene van. És akkor ott még egy ilyen 10 percig tudtam ott ülni, mert késett a busz, aztán így néztem, ez egy elég nagy forgalmat, és akkor így jön, és akkor jöjj Katika néni, hát jó, hogy jött, hát van ilyen, ezért, nem is tudom, milyen szót mondott, valamilyen ilyen brézer, vagy mi a franc az, na az ilyen kis mellény, kosztüm, és akkor annyira ajánlott, ó, vegyem már meg 1500-ért odaadom, 1500-be, ezért, mert hogy a boltban 8000, hát nem tudom, ezen mi 1500, tehát tényleg ez szerintem így, nem tudom, miért éri meg, és akkor utána kezdődik az alkudozás. Na, az is még jó, tehát így, ugye, 1500-ért odaadom, most csak most önnek akciósan, milyen ajánlat, ez a teleshop, ezért elmehet a francba mellett, hogy 1000 forintért odaadja.
és akkor mondja, hogy hát nem kérem, köszönöm. Na jó, tudja mit? Maga a rendes ember, magának 1000 euró adom. Na, egy ezresbe, egy... És akkor egy ilyen teljesen jó kinéző ruhát, így 1000 forint odaad. Nem tudom, szóval utána nem is jött, mert már jött közben a busz, és akkor fel tudtam szállni, még utána hallottam, jött oda egy ember, és akkor annak is, jaj, egy nadrágot, egy farmert nézzük, csak 1500-ba odaadom, és akkor apróba kifizett, és tényleg odaadta. Szóval én nem tudom, ez milyen. De egy randomba, tehát így ilyen szerintem buszmegállónként így megy, és akkor várott egy órát, aztán megy a következőbe. Szóval egy ilyen teljesen jó, ilyen fekete gyors kötekedő asszony. Szóval ilyen kis események is zajlanak mostanság. Amúgy tényleg jó idő van, ki kéne menni. Na szóval csak ennyit szerettem volna most elmondani nektek, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, aztán vigyázzatok, mert még a ti buszmegállótokban is felelhető lesz ez az asszonyság, aztán majd viszi a nem tudom én milyen egyedi bőrvarrásos, nem tudom én miket, hogy vegyétek meg. Na úgyhogy erre vigyázzatok nagyon. Ha meglátjátok ezt a nőt, akkor ott bizony már kemény alkudozások lesznek. Na úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, találkozunk legközelebb is, sziasztok! Katika nétesünk ma ide jönni, jött az ujjáró!